szeretettel köszöntelek benneteket Jézus nevében. Az már kiderült, hogy proféta nem leszek, mert ugye a, a először utoljára, vagy soha többé ez megbukott. Vagy csak szórakoztok velem, mert jó proféta leszek, és nem akarjátok, hogy az idő előtt kiderüljön. Nem tudom. Itt a testvéremnek üzenem, hogy egybe biztos vagyok, sok mindent nem tudok a mennyről, de hogy romák lesznek a, dicséretben, abban teljesen biztos vagyok. Tehát az, az, az valami kizár dolog, hogy ez, ez ne, legyen, ne legyen meg. Úgyhogy mindig felidézett benne. Most már voltam Ukrajnába, a cigánytáborban, úgyhogy most már tudok menni újra. de de, de uh, mindig egy picit visszahozod annak a hangulátát, mindig szoktam Mindig szoktam mondani, hogy, hogy egyszerűen olyan, olyan kincset kaptatok a szívetekbe, hogy uh, lehet, hogy sok minden mást nem kaptatok meg, de a, a legdrágábbat megkaptátok. Tehát az amikor, az, amikor hála Istennek egy olyan közegben dicsérítik az urat, hogy nem kell lett kék, sárga, zöld, piros, narancssárga, hupilila fény, különböző efektek, hanem a, a legfontosabb dolog a szív. Úgyhogy én ezt. Mindig csak nagyon köszönöm neked, és ha esetleg euh, még jövőre is jövök, akkor, akkor ha még utoljára, akkor mindenképpen mi valahogy együtt, jó? Tehát ez, ez így ez így nagyon fontos lenne. Ha, ha már ezt így bevezetted, ezt a szent szokást, akkor ezt, ezt ne engedd, ne engedd, légy szíves. Mert ezért a három dalért, négyért, ötért megéri, megéri eljönni. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, és kívánom nektek, hogy, 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 hogy Isten adja meg, hogy ez ez a szívetekben benne maradjon, benne maradjon mindig. Ez a kottálvány mindig arra jött eszembe, hogy amikor először e, roma testvéreket hívtam meg zenélni, akkor négyen voltak, és kikészítettünk négy kottálványt, ilyen frankon kiraktuk, és az egyik rárakja a kólát, és mondja, hogy össze-vissza billeg rajta, hogy ezt miért tettük ide ki, mert billeg, meg hát semmit nem lehet rárakni. És akkor mondtuk nekik, hogy hát azért, hogy majd kirakjátok a daloknak a kottáit, stb. És akkor láttam, hogy nagyon megfagyott a levegő. Édes Istenem, mondom, így el lehet szúrni valamit egy kotta állványal, illetve négy jel, tehát hogy mi az, amit elrontottam. És akkor mondták, hogy ők nem szoktak ilyet, ilyet, ilyet használni, és akkor úgy odaborultam az Isten, és mondtam neki, hogy és akkor én miért nem így születtem? Tehát, hogy miért nem úgy, hogy hogy, hogy hogy el tudom játszani? Hogy miért nem úgy, hogy nem kell szolfézsórára járni, és mégis megy? Szóval én, én mindig örülök, amikor nagyon sok romával beszélek, és mindig azt fedezik föl, hogy ők miben hátrányosak. De én én nagyon kívánom, hogy azt terjesszétek, hogy azt is érdemes felfedezni, hogy mi az, amit csak ti tudtok. Tehát nem tudja más. Most azért, ha megnézitek normális szinten az összes tehetségkutatót, roma nyerte. Tehát most akármennyire is ö, színezzük itt a világot, az összeset. Tehát ami eddig elindult, azt ők megnyerték mindegyiket. Most az, hogy ezt nem közli a magyar egy, az egy más kérdés, de hogy, de hogy ők nyerték, az biztos miért? Mert van egy olyan különleges talentum, és azt gondolom, hogy ez egy, ez egy egyedülálló dolog, amikor bármit az ember szívből tud csinálni, az, az, egyedülálló dolog. Az nem teológia, az nem varázslat, az nem bűvészet, hanem az valami olyas, olyan egyedülálló dolog, ami, amit én, ha lehet így mondani, van egy szentirítség bennem. És ez egy jó értelme, ez nem egy olyan irítség, hogy elmész, csak mondom, hogy túróba bele, hogy ellopom a gitárodat, mert biztos abban van, abba van, a tudás, hanem ez egy olyan, ami, ami tényleg egy olyan kincsetek, amit ha használtok, akkor egyszerűen ez ellen nincs fegyver. Tehát én meg vagyok róla győződve, hogy az igaz szív ellen semmilyen fegyver nincsen. Úgyhogy, úgyhogy köszönök minden dalt, én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hálás, hálás, vagyok. És Ukrajnába azt tudom elmondani hogy neked, hogy amikor 8-9-10 éve ezelőtt oda először, csak roma gyülekezet volt, és most azt látom, hogy fehéredik a mezőny. Tehát ami azért van, mert, ami azért van, mert igenis, igenis a, a, az újjászületett roma szív olyat tud adni az embereknek, amit senki más nem tud megadni mi ezt meg sem próbáljuk ilyen szinten, mert, mert a miénk az egy tanult dolog, de a tiétek pedig egy atyai jogon járó, beleépített dolog. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, és bárcsak mindannyiunknak a szíve minden területen így működne és így funkcionálna. Épi Tervinnel beszélgettünk, hogy annyi mindent felfedezünk egymásból, hogy miért nem tudunk együttműködni, hogy ideje lenne már ezt megváltoztatni, és azt kéne felfedezni, hogy miben tudunk együttműködni. És én, ha más, persze rengeteg mindent tudnék mondani, de, de, de ha nagyon irigykedve figyelem a a, 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 roma testvérek szívét, hogy milyen gyorsan és milyen nyitottan meg tud nyílni az Istenre. Persze a hülyeségre is, azért ezt is el kell ismerni, de, de, de az Istenre iszonyatos nyitottan meg tud, pillanatok alatt ki tud nyílni. Úgyhogy én ezt, nagyon kívánom, nagyon kívánom mindannyiunknak. Adná magát, hogy ma én a kegyelemről beszéljek, mert ugye itt azért mindig ez, ez adja, adja magát, de én ma egy olyan dologról szeretnék nektek beszélni. Azt látom, szerte a világban, és meggyőződésem, hogy Isten keze ebben nagy rész benne van, hogy kilővik alólunk azokat a kapaszkodókat, amikbe eddig tudtunk kapaszkodni. Minden ilyen alkalomért, amikor így prédikálok, vagy ülnek velem szemben emberek, mindig nem az jut eszembe, hogy te most álmos vagy, vagy nem vagy, hogy esetleg milyen arcot vágsz majd, amit mondok, hanem egyszerűen az, hogy milyen hálás dolog ez, hogy még össze tudunk jönni. És hogy egyáltalán nem egy mindennapos dolog ez, mert lehet, hogy ahogy változik ez a világ, lehet, hogy egy-két éven belül ez már nem fog megtörténni. Tehát lehet, hogy nem lehet majd ilyen táborokat rendezni, ezt tudom, hogy nektek egy iszonyatos érvágás lesz, ennyi évtized után nincs szövétnek tábor, de csak azért mondom, hogy érdemes kalkulálni sok mindennel, mert azok a biztos kapaszkodók és biztos pontok, amik az életünkben begyök azok lehet látni, hogy veszítjük el őket. És van, aki ezt tragédiaként éli meg hívőként, de én azt gondolom, hogy Isten egy óriási tükröt tart elénk, mindannyiunk elé, ebben senki nem kivétel, és ebben a tükörben ma kapunk kegyelmet arra, hogyha elvesznek tőlünk egy-két-három olyan kapaszkodót, amire építettük, úgy gondoljuk a hitünket, amiről meg voltunk győződve, hogy az úrtól van, akkor hogyan viselkedünk. Jobb története mindig azért kiváltság az én számomra olvasni, mert annyiféle értelmezését hallottam, ha, ha, a történelmi egyházakból évő teológustól hallom, akkor az is egy értelmezés, karizmatikusoknál megint egy értelmezés van, szóval kevés ember mondja azt azért jobbról, hogy normális volt. Szóval azt lehet mondani még a mai egyházban is, holott valami olyasmit élt meg, hogy egyik pillanatra a másikra elvette Isten a kapaszkodókat. Figyeljetek, ez a mai napig nekem vannak különböző polcaim, vannak az értempolc, az alig értem, tök hülye vagyok hozzá polc, tehát egyszerűen így, így sokszor így szoktam szelektálni a Bibliát, és egyszerűen az a kérdés, hogy bemegy a sátán az Isten elé, és ott bratiznak, szóval akárhányszor ez eszembe jut, már nem merem kinyitni a számot, mert mindig valahogy úgy számon kérném az Istent, hogy mi nem nyested nyakon ezt a trógert, és dobtad ki onnan, egyáltalán miért vele szóba, és, és tényleg őszintén mondom nektek, hogy ezerszer elolvastam a jobb könyvét, de nem jutottam ebben előrébb. Viszont egyben előrébb jutottam, hogy az Isten, kirúgta jó azokat a kapaszkodókat, amik az ő életét biztossá és stabilá tették. És nem olyan dolgok tették az ő életét stabilá, hogy minden héten megvolt a három, vagy minden évben megvolt a három hét tájföld, meg a Rolls Royce, szóval nem ezek tették, hanem, hanem egyszerűen volt mögötte egy háttér, egy család, egy bizalom, és Isten, ha megnézitek, egy piszok gyors tanfolyamon keresztül kirúgta alóla ezeket a kapaszkodokat, úgy, hogy a levegősz kapkodott, és nem volt ideje, és nem volt segítség rá. Nem volt ember, aki ezen segíteni tudott, nem volt barát, aki ezen segíteni tudott, senki nem volt, és tudjátok, mindig mai napig, amikor elolvasom jobb könyvét, és a vége felé érek, és hogy, hogy az Isten a végén szólal meg. Ezért most már úgy olvasom a jobb könyvét, hogy hátulról jövök visszafelé, mert egyszerűen, egyszerűen, hogy miért nem szólaltál meg ennyi és ennyi részen keresztül, szóval miért a végén kellett, és a, a, végén is még egy olyan, hogy, hogy Istenem, ne bánts már szegény jobb gyereket, hát ezer sebből vérzik, szóval, szóval és, és még akkor is, hogy, 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 tulajdonképpen, tulajdonképpen, de viszont az elején benne volt a, az egész Isteni vélemény erről, azt mondja Isten a, a világegyetem pusztítójának, a sátánnak, hogy láttad? Láttad az én szolgámat jobbot? Láttad, hogy ennek milyen szíve van? Szóval higgyétek el, hogy Isten nem dobta volna bele ebbe a helyzetbe, ha nem ismerte volna jobbnak a szívét. És mégis ennek a jobbnak, akinek ismerte Isten a szívét, Mit engedett meg Isten, hogy az összes olyan kapaszkodó? Figyeljetek, mi ezt nagyon sokszor, és mindig szoktam javasolni testvéreknek, hogy Bibliát úgy értemes olvasni, nem úgy, hogy ilyen, ilyen távolról, vagy költészetileg, vagy teológiailag. Én nekem az okozta a változást, hogy úgy olvasom a Bibliát, hogy belemegyek a történetbe. Tehát, ha reggel van három percem, és akkor letudjam a következő Bibliaolvasást, inkább elő, előbb odaérek a munkájára, nem hagyok ilyen lehetőséget részt magamnak, mert beleszerettem élni magam a történetben. Tehát én ott akarok lenni jobbal, ott akarok ülni, ott akarok lenni ezen a beszélgetésem, hogy megértsem, hogy mi zajlik, mert, mert kül külső szemlélőként ez egészen más ez a történet. Figyeljetek, külső szemlélőként a jobbnak a története egy emberi szempontból felfoghatatlan történet. De egyet megértettem ebből, hogy Isten minden olyan ember elé, akiről megvan róla győződve, megvan róla győződve, a jó a szíve, mégis tükröt tart, és ezt a tükröt úgy tartja, hogy időről időre az életében kirúgja a kapaszkodókat. És tudjátok a végidőket, mert már nem hívom utolsó időknek, mert utolsó idők, ami ott a Jézus eljött, azóta utolsó idő van, Pálapostól olyan meggyőződéssel beszélt, hogy Jézus visszajön az életébe, hogy hogy ma biztos, hogy eretnek kiáltanák ki a, a, a mai internet világában. Pedig csak ez volt a meggyőződése, mert annyira várta. De ö, azt látom, hogy minden ember életében kisebb-nagyobb hullámokban kirúgja Isten, engedi kirúgni a kapaszkodókat, hogy eldöntsd, elsősorban te szembesülj azzal, hogy mi van a szívedben és olyan világba megyünk bele véleményem szerint, ahol ezek a kapaszkodók, és ez rajtunk múlik majd, hogy ezt úgy fogjuk értékelni, hogy na az Isten haragszik vagy úgy fogjuk értékelni, hogy na az Isten adott egy lehetőséget, hogy megtaláljuk az eredeti kapaszkodókat, ami mozdíthatatlanul, amióta az Isten megteremtette az embert ott van. És ez egy nagyon nagy kérdés, és ebben a legnagyobb kapaszkodónk meggyőződésem a, a, a szívünk. Én a Lukács Evangéliumból szeretnék felolvasni egy valami változás különben történt, Gyuri tavaly óta, hogy az én táblagépemen rövidebbek, kisebbek lettek a betűk. És ezért föl kell tenni ezt, mert egyszerűen ezek a nyomvad betűk, hiába állítom nagyobbra őket, ezek egyre, kisebbek, de ma már tudom, hogy a táblagéppel van a probléma, tehát semmiképpen, semmiképpen nem. A táblagépért mindenképpen áldjátok és imádkozzatok érte. Lukács 17.11-től szeretnék felolvasni a 19. versig egy jó párige verset. És lőn, mikor útban volt Jeruzsálem felé, hogy ő Szamáriának és Galileának közepette, ment által. És mikor egy faluba bement, jött elébe tíz bélpoklos férfi, akik távol álltak meg. Felemelték a szavukat, mondván, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. És mikor őket látta, annyit mondott nekik, menjetek el és mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaért, oda mentek, megtisztultak. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, dicsőítette az Istent fenszóval és arccal leborult az ő lábaihoz, hálákat adott neki, és ez az ember Szamária beli volt. Felelt pedig Jézus, és azt mondta neki, a vagy nem tizen tisztultak-e meg? A kilenc pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen? És mondta neki, kelj föl, menj el, a te hited megtartott téged. Amen. Nagyon-nagyon megrázó ez a történet, és nagyon sokszor biztos, hogy olvastátok, de például én tegnap, amikor ezt tanulmányoztam, most vettem észre, pedig számtalanszor elolvastam, most vettem észre ilyen részleteket, hogy távol álltak meg. Tehát, hogy nem tudtak közel menni. Tudom, Teológia mindjárt mondja, hogy bélpoklosok voltak, és hát az akkori szabályok szerint vigyétek el, hogy Jézust ez annyira nem zavarta volna azért, de betartottak mindent, de mégis kiderül a történet végére, hogy azért volt oka ennek, hogy távoláltak meg, és nem merészkedtek közelebb. Annyi a történetnek ugye itt a lényege, és ez megrázó dolog, és azt gondolom, hogy egy, én ma egy olyan kapaszkodóról, a háláról szeretnék nektek beszélni, ami működni fog egészen az úr visszajöveteléig, meggyőződésem, ez egy olyan kapaszkodó, amit ha kihagyunk az életünkből, akkor egy óriási vesztességet ö, ö, fogunk elszenvedni. Ha megnézitek, a Zsoltáros már több ezer éve ezt mondta, hogy aki hálával áldozik az úrnak, az dicsőít engem. Ha megnézitek a mai dicséreteket, dicsőítéseket, én olyan közegbe szociálizálódtam, ahol a dicséretnek hívták, ezért még mindig egy kicsit furcsánál a számra egy dicsőítés, habár sokkal jobb, mert jobban rámutat az úrra, de ha megnézitek, ma annyi mindennel próbálják feltuningolni a dicsőítéseket. Szóval én csak, én csak ábrándozok ezeken az afrikai hatalmas nagy szolgálókon, hogy a fél társaság, aki hallgatja őket, éhen pusztul, de a színpadra többet költenek. Tehát ha azon egy kis szárazbort, édesbort, meg kenyeret vennének, jobban járnának. És mégis olyan körítés megy, mert azt gondolják, azt gondolják, hogy, hogy, hogy ezekkel a külsőségekkel lehet áttörést hozni. Holott a Zsoltáros azt mondja, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Elmondom másképpen, ha nem hálával csinálod, amit csinálsz, akkor nem dicsőíted az Isten. Tudom, hogy ez most nem olyan kom mai kompatibilis, amikor azt kéne mondani, hogy szépek vagyunk, okosak vagyunk, bátrak vagyunk, de fordítva is igaz, ha nem hálával csináljuk, akkor nem dicsőítjük az Istent. Ezért a dicsőítésnek, ezért beszéltem a Roma szívről, mert a dicsőítésnek ez az egy titka, hogy amit csinálsz, azt hálával tudod egy csinálni. Lehet, hogy tavaly már elmondtam, de, de az első dicséret élményem romák között az volt, hogy bejött egy, egy fiatal ember egy, egy, egy kis cigány táborba ott Ukrajnába, egy körülbelül térdigérő gumicsizmába, ami bokáig szaros volt, tehát teljes mértékben utána kezébe vett egy gitárt, és három húr volt a gitáron. És én, aki, a, aki, a, aki a, a, nagy gyülekezetbe szociálizálottam, ültem az első sorba, és néztem rá, mondom, cigánytábor, ez már így önmagában erős. Bocsánat, semmilyen rasszista nincs, mert csak elmondom őszintén, hogy mit éreztem. Szaros csizma, na ez még durvább lesz, ebből mi jön ki? Három húr. Na erre varjál gombot, mert mondom nem olyan jó a zenei tudásom, de egy kicsit több szokott rajta lenni. Tehát hogy lesz, hogy mi lesz, édes Istenem, és így lehajtottam a fejemet, mondom Istenem, könyörülj meg rajtunk, hogy ne készüljön sok dallal a testvér, mert, mert, mert hát mondom ez botrány lesz. Figyeljetek, nem is készült sok dallal a testvér, de nem az én imám miatt nem készült, erre nagy évbe tett, hanem kettő dallal készült, de a kettő dallal megvoltunk. Mit jelent, hogy megvoltunk? Amit mondott a testvérem, hogy benne voltunk az Isten jelenlétében, bocsánat, ha akartál, ha nem, benne voltam. Én közben mind gondolkodtam, vártam a botrányt. És majd jövök én az ige hirdető, aki utána mindent elsimít. Tavaly mondta a bolyki, hogy mondhatsz bármit, jövök utána mindent elsimítok. Ervin, itt van, mondhatok bármit, jön holnap, mindent elsimít. Tehát nem lesz gond, úgyhogy nyugodtan üljetek, nincs vele, nincs vele, nincs vele gond. Aztán majd jön a bolyki, aki mindig a bolyki jön a végén, most már értem, hogy miért a bolykit hívjátok. Ja, ezt nem mertétek elmondani. Ha mekkora szemétség ez, hogy ezt nem mondtad el, hogy ez a... Na mindegy. A lényeg az az, hogy figyeljetek, két dallal megvoltunk. Kettő darab dallal megvoltunk, és nem azért voltunk meg, mert, mert, mert nem is igényeltem többet, szóval nem volt ilyen felépítés, hogy a két héttel ezelőtt átír dalokat, amit a projektor jelzett nekik, azt jól betanulva eljátszották, hanem az a két dal beleröpített, beledobott mindenkit az Isten jelenlétbe. És tudjátok, mi volt számomra a legmegrázóbb? Hogy én, aki úgy mentem oda, hogy ennek botrány szaga volt, Semmi olyan ambícióm nem volt, hogy itt most kézemeléssel, még eljátszani se játszottam el, hanem a nagy szellemi módon beletemettem a fejemet, a, vagy a kezemet a fejembe, vagy fordítva, mindegy, ahogy akarod, és beletemettem, és én voltam az, aki úgy éreztem, hogy rajtam áll, vagy bukik az alkalom, ezt most meg kell mentsem imába. És figyeljetek, én szégyenültem meg a legjobban, teljesen máshol jártak a gondolataim, és egyszerűen az Isten megmutatta, hogy ez azon múlik, hogy mi van a szívben. És ezért ma például, ma például nagyon megdöbbentem nálunk nagyon sokszor a közösségben elmarad a dicséret. Elmarad a dicséret, amikor ott beszélgetünk, hogy jaj, ilyen fáradt vagyok, olyan fáradt vagyok, jaj, hát mi lenne, ha ma nem dicsérnénk az Isten, stb. Szóval amikor az ember azt érzékeli, hogy, hogy nem hálából fakadna, amit csinálunk, csak azért, hogy meglegyen a, a, a mi serendünk, hogy hadd mondjam így, azért nem érdemes csinálni. És semmit nem érdemes csinálni. A hála az egy olyan kulcs, figyeljetek, ami, ami mostanában vettem észre, hogy Dávid sokkal trógerebb ember volt, mint Saul, sok cselekedetét tekintve, mégis a szívét tekintve a hála miatt, hála miatt egészen másképp nézett rá. Szóval, ha valamivel le akarod venni az Isten a lábáról, azt a háláddal tudod levenni, de a hálának sok fajtája van. Ezért kezdtek rá, amikor gyerekek vagyunk, és kaptunk a szomszédnénitől egy nyalókát, akkor anyukánk mit mondott? Fiam, menj már oda, köszön meg a Teri néninek, hogy mit adott. És akkor oda mentél, hogy köszönöm Teri néni, na ez, erről nem is beszélnék tovább, mert ez olyan hála volt, amilyen a nyalókára utaztál, nem igazán érdekelt a hála. Aztán vannak kötelességből, például, ha, nem, ha megnézitek a tíz parancsolatban a szülők iránti tisztelet. Sokan jönnek hozzám, hogy miért tiszteljem a szüleimet, kidobott, elvert, nem nevelt, nem gondoskodott rólam. Miért tiszteljem, mondjak egy érvet. Mondom, életet adott. Életet adott. Ha nincs más, egy dolgot biztos, hogy van, hogy azon az estén nem a barátok köztött nézték, hanem téged legyártottak. És ez mindenképpen megérte, mert te ma tudsz másképp élni, mint ahogy ők éltek. Van erre lehetőséget, hogy másképp, és ezért fakadjon föl hála a szívedben. Figyeljetek, nem mondja az Isten, hogy tiszteld apádat és anyádat, ha kettős pont nincs ha, konkrét tényként közli, hogy ez legyen meg, hogy hála fakadjon. Most nincs ebben, múltkor is hallottam egy ilyen szülőgyerek párbeszédét, és azt mondja, hogy miért legyek hálás, hát az volt a dolgot, hogy felneveljél. Miért ez volt a dolga? Választhatott volna mást is. Miért ez volt a dolga? Csinálhatott volna mást is. És ezért a hála az életünk minden területén, és akkor nem beszélve még az emberi kapcsolatokba, hogy mennyire lényeges a hála. Mennyire fontos a hála, figyeljetek, az nem hála, például ha maradjunk a saját házunk táján, elmennek emberek, gyülekezetről gyülekezetre vándorolnak, leszedik maguknak mindazt, ami nekik kell, és utána pedig a szolgálót az internet kellős közepén lehányják, meg elmondják mindennek. De azt, ami kellett neki, azt lecuszlista róla, utána meg menjen a túróba, nem érdekel senkit. Figyeljetek, ezek olyan veszélyes dolgok, hogyha ezeket a kapaszkodókat, az igazi kapaszkodókat nem ragadjuk meg és nem találjuk meg, értsétek meg azok, amik most megvannak, vagy még, még nyomokban megvannak, ezek, ezek pillanatok alatt kimennek pillanatok alatt eltűnnek. És ha mi abban hiszünk, hogy majd minden évben ez a tábor, az a tábor, ez az amaz meg fog bennünket tartani, értsétek meg, vissza kell mennünk az eredeti kapaszkodókra, és ez nagyon-nagyon fontos dolog. Itt ugye tíz emberről beszél a Biblia, nem kevesebbről, és figyeljetek, én mindig nem vagyok egy matematikus, rendkívül utáltam a matematikát, humán beállítottságú ember vagyok, de mindig beszédes a számok nyelve a Bibliában. Azt mondja, hogy tíz ember volt bélpoklós. A bélpoklós ugye annyit jelentett, hogy nem lehetett nekik emberek közé menni, megfelelő szigorú szabályok szerint éltek, és igazándiból, eh, ahogy olvastam, olyan, mintha ez a történet két kategóriáról szólna. Ugye kilenc olyan emberről, aki nem volt hálás, egy olyanról, aki hálás volt, de szeretném elmondani, hogy tíznél abban az időben, Izraelben több bélpoklos volt. Van egy olyan kategória, aki addig se jutott el, hogy távolról nézze Jézust. Azokkal mi történt ezzel a kategóriával, nemes egyszerűséggel, amikor elfáradt a testük, amikor föladta a testük, akkor meghaltak. Tudjátok, ez a legnagyobb szenvedés, és amikor már azt érzed, hogy szeretet van a szívedbe, azt onnan tudod észrevenni, hogy ránézel egy emberre, és már nem az alapján ítéled meg, hogy bunkó volt-e vagy nem, otromba volt-e vagy nem, hanem egyszerűen fáj a szíved érte, hogy, hogy ő egy olyan, olyan bélpoklos, aki még arra se veszi a fáradtságot, hogy messziről legalább megnézze azt, amiről hallott. Ez egy nagyon fájdalmas dolog. És figyeljetek, az emberi szeretetet nem azért kell megindulni egy emberen, mert az az ember jót tett veled, vagy nem, hanem azért kell megindulni, mert ez a legfájdalmas dolog, ez az ördögnek a legnagyobb csapdája, hogy bizonyos emberek még addig sem, még távolról sem akarják meglátni a világ megváltóját és szabadítóját. Ezért a hála, az egy nagyon érdekes dolog, és figyeljetek, milyen megdöbbentő dolog, hogy a többség, Boldog volt, hazament, meggyógyult, tehát az érzelmeivel semmi gond nem volt, hazaszaladhatott, ki tudja, hogy hány év után a családjához, ha a Ben Hur című filmet végig gondoljátok, akkor az milyen megrázó, hogy egy völgybe bezárva, barlang szájába éltek ezek az emberek, és csak a legbátrabbak, mind a, mint az állatkertbe, hogy emlékeztek erre a filmre, aki látta már régi film, dobálták be nekik meg, engedték le az ételt, ki voltak szolgáltatva, hogy egyáltalán volt-e olyan, ha valaki nem adták össze aznap az ételt, akkor lehet, hogy nem volt, tehát megdöbbentő, megdöbbentő kiszolgáltatott helyzet volt. És ugye ö, ö, még egy dolgot észrevettem, ma pedig ezt is ezerszer már elolvastam, hogy ezt az embert duplán sújtotta a nehézség, mert még ráadásul szamária is volt. A szamáriai az én tíz évvel ezelőtt, amikor Izraelbe voltunk egy úton, akkor egy izraeli, egy zsidó sofőrünk volt, és mondtam neki, hogy A-ból B-be szeretnék eljutni, tehát szeretnénk elmenni Jeruzsálemből Galileába. És mondta, hogy jó, ennyit kell fizetnünk, mert ennyi kilométer. Mondtam neki, hogy, hogy, nem vagyok erős matekból, de ez sokkal rövidebb ez az út. Hát mondom, látom, Izrael egy pici ország. Miért annyi? Azt mondja, azért, mert elkerüljük Szamáriát. Hát mondom, ne szúrjál már ki velem, hát mondom, még mindig itt tartotok, hogy elkerüljük Szamáriát. Hát mondom, ez, azt hittem, hogy ez a lemez már leszettétek, hogy ez már nincs, nincs ez a lemez. És figyeltek teljes meggyőződéssel azt mondta nekem, hogy elkerüljük Szamáriát. És le voltam ezen dömbenve. Ez miért volt? évszázadok óta belerögződött a zsidóságba, hát ismeritek a szamáriakkal kapcsolatos álláspontot, hogy abszolút elzárkoztak tőlük. Jézus beszélgetése a szamáriai asszonyal azért tetszik, mert ugye a fiúkat, akik vele együtt dolgoztak a bányába, ez avarta a tesco hogy tudjon normálisan beszélni a szamáriai asszonyal. Miért? Mert biztos lett volna ott közte a tanítványok között egy rostázoli, vagy akárki, aki azt mondta volna, hogy uram, most persze nagy a, nagy a te hiteg, mert minden, de azért ezekkel a nyomvadékokkal ne beszéljünk már. Hát azért nézd már meg, hogy milyen emberek ezek, hát nézd már meg ez az asszony is, stb. stb. Figyeljetek, ő egymaga maradt ott. Egymaga maradt ott, pedig ő nehéz volt egyedül hagyni őt, mert ugye, mikor egymaga akart ö, maradni, akkor mindig kiszaladt a tengerre sétálni, és azt mondta, hogy aki utána jön, az megérdemli, hogy velem jöjjön, e, e, aki bújta, aki nem. Nem volt azért akkor a túljelentkezés. De hát ha megnézitek, ö, ö, és, és még a, a nagy részét nem is tudjuk, hogy hová ment pihenni, mert amúgy mindig zaklatták. És ezért, ha megnézitek, itt a tíz emberből egy darab ember megy vissza. Egyetlen egy ember megy vissza. A, a másik kilencről én nem feltételezem, boldog volt, átérte, még azt se feltételezem, hogy nem volt valamiféle, valamiféle érzés a szívében. Nem, biztos, hogy volt, mert, mert azt a csodát, hogy ő visszamehetett a rokonságához, a családjához, akiket lehet, hogy évek óta nem ölt, ez egy fantasztikus dolog lehetett. Figyeljetek, ott nem lehetett pótolni, nem tudta elvinni magával a a, 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 lepra álló okostelefonját, meg a, meg a bélpoklos álló laptopját, táblagépét, amin kitekintett a nagyvilágba. Ezek olyan egyszál maguk voltak, és ráadásul mind olyan emberekkel volt körbevéve, akiknek ugyanúgy nulla, lehetetlen, semmitérő sorsuk volt. Ezért ezt ez, ez lehet mondani, ez egy reménytelen helyzet. Pont Ukrajnában szolgáltam egy helyen, és ö, ö, nem mondom most a település nevét, és mielőtt szolgálat volt, körbevezettek azon a településen. 300 ember él ott, és életemben először voltam úgy pedig, hát akik ismertek, nem arról vagyok híres, hogy nem tudok beszélni, de életemben először éreztem úgy, hogy én nekem most itt nem, nem tudok itt mit mondani. Nem tudom azt mondani, hogy holnap jobb lesz. Tehát olyan nyomort láttam, hogy nem tudtam, nem tudtam azt mondani, nem, nem jutott semmi az égatt a világon semmi eszembe. Most mondjam azt neki, hogy, hogy hogy higgyél. Hát túl van rajta. Mondjam azt neki, hogy holnap jobb lesz. Lehet, hogy soha nem lesz jobb. Egy perccel nem lesz jobb. És egyszerűen, egyszerűen, egyszerűen rá voltam kényszerít, kényszerítve arra, hogy valami, valami olyat mondjak, ami nem olyan kapaszkodó, amit lehet, hogy elvártak. És higgyétek el, ez annyira belerögződik az életünkbe, ha megnézitek a jóléti evangélium, és egy nagyon sok hamis evangélium azért jött létre, mert olyan kapaszkodót akart adni, amit te amúgy szeretnél és elvársz, meg én is. És jó lesnének ezek a kapaszkodók. De a Bibliában egészen más kapaszkodók vannak. Szóval itt a történetnek az a lényege, hogy Jézus jön Galileából, megy Jeruzsálembe, és ugye Galilea határán oda megy ez a tíz bélpokros férfi, és figyeljetek, nagyon megdöbbentő, ez egy kicsit, kicsit hasonlít Jónáshoz ez a, ez a Jézusi szolgálat. Ugye Jónás, nagyon bírom ezt a csávót, ez az évszázad evangelistája a számomra, szóval azzal az undorral, hogy belovagol Ninivibe, és úgy, 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 az ige, hogy Ninive elég nagy város volt, de ő csak az egyharmadáig ment be, még arra hogy bemenjen a hősök teréig, tehát bemenjen a főtére, stb. És ott el tudom képzelni, a fejét, hogy térjetek meg 40 negy napon, meg fogtok pusztulni, kész. És akkor ezt is ilyen titokban, ilyen, halkan, hogy nehogy jöjjön, hogy valamelyik jófülű meghallja. A legnagyobb megdöbbenésére, a legnagyobb megdöbbenésére valami egészen más történik. És mindig az ember azt várná, hogy ilyen, ilyen hatalmas eseményekre, mert ugye, ha megnézitek a mai idézőjelben rakom gyógyítók, hogy készülnek a csodákra. Valahogy mindig fáj nekem, hogy minden ember ma a színpadon gyógyul meg. Szóval ez a lábnövesztő sztori, ez ma nagyon megy. Épp mondtam itt valamelyik testőnek, hogy én is elmennék ilyen alkalomra, csak annyi, hogy nekem mind a kettőt kéne megnöveszteni. Tehát, hogy, hogy én nem elégednék meg az egyikkel, hogyha van olyan lehetőség, hogy nekem a kettőt kéne egyszer, de nehogy megszívasson, hogy az egyik megint hosszabb marad, tehát, hanem hogy mind a kettőt egyszerre egy tíz centivel, ha megnövesztené, akkor végre a feleségem úgy borulhatna a nyakamba, hogy szia drágám, és nem így, hogy szia drágám. Ez egy jó lesne egy kicsit, de nem találtam erre jelentkezőt, mert csak az egy egyikre van szakosodva, és azzal annyira nem jutok előrébb. De szóval itt nem volt... <laughs> nem bízok bennük, mert hát ha rosszabb lesz a helyzet, mint most van. És a, 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 a lényeg az az, hogyha megnézitek, megnézitek ebbe, a, ebbe, a, ebbe, az igébe Jézus prédikációját. Szóval mit várna az ember egy ilyen hatalmas csoda előtt, amikor halára ítélt emberek változnak meg, hogy az, hogy bevezeti Jézus, hogy felvezetné, hogy drága testvérem, az Ószövetségből négy ige, akkor ma amit mutatott az Úr, ezt jelezte a szentlélek, azt jelezte a Szentlélek. Figyeljetek, egy darab igét, bibliai verset nem mond el Jézus. Semmit nem mond el. Azt sem mondja, hogy jó napot kívánok még azt is lehet mondani, hogy kicsit faragatlan volt, mert még nem is köszönt. Hanem azt mondja, hogy figyeljetek, menjetek már, mutassátok meg magatokat a papnak. Most érted, én ott állok leprásan, ha hogy menjek már megmutatni, megnézték magukat, még mindig leprásak, mert ne felejtsetek el, mit olvastunk, hol tisztultak meg, útközben. Nem az elején tisztultak meg, útközben. Azt mondja, hogy mi ebben a jó? Mi, mi, mibe kapaszkodjak bele? Menjek -e el, menjek be a papok, ugye, annak idején is, mint most a nagy része, benn laktak a belvárosba, tehát jó helyen, és nem úgy volt, hogy izé alsó tekeres fősőre kellett elmenni, hanem ezek jó helyen laktak. Vég kellett gyakorol, gyalogolni, bemenni, ugye miért volt? Mert abban az időben a pap volt a, a mai Müller Cecília, tehát az ANTS-nek a... Hát most komolyan az volt, az annak kellett, ugye mit kellett megnéznie? Meg kellett néznie, hogy tiszta vagy-e, ő állapította meg, hogy poklos vagy és elrendelte a karantint, és ő állapította meg, hogy már nem vagy poklos, és elrendelte a karantin végét, és haza mehettek. És mennek ezek az emberek, és figyeljetek, óriási ez, ugyanaz, Jézus ez úgy látszik szerette ezeket a, szóval egészen más módszerrel gyógyított, mint a maiak. Nagyon tetszik, amikor ugye a vaknak bekeni sáral a szemét, és akkor, és akkor mondja, hogy szaladjál le a siloámhoz, és most meg magad. Ugye amikor életemben először ott ültem a templom, V vélhetően a templom azon részén, ahol Jézus ezt mondta, azért mondom, hogy vélhetően, mert mindig mondták a, 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 zsidó barátainkot Jeruzsálemben, hogy ide támaszkodott Jézus, akkor jött a másik, hogy igen, csak 15 méterre lejjebb. Szóval, hogy ott azért minden, minden előfordulhat, meg annak az ellenkezője is. De, és akkor utána mondták, mondtam, mondtam a testvéreknek, akikkel voltam a csoport, hogy most sétáljunk le a Siloámhoz. Na most elindulsz egy ilyen, ilyen meredeken, annyi volt a különbség, hogy akkor még lépcsők is voltak, ugye a vak kimondottan szereti a lépcsőket, mert ugye az feldobja a bulit, hogy megy lefelé, és, és izé. Ugye vakvezető kutyáról senkiről nem olvasol, és akkor ugye van még egy ebben a sztoriban, mikor leme, ugye a Siloám tavánál onnan vitték a tiszta vizet föl az ünnepre, a, a kézmosáshoz, az áldozathoz, ez meg megérkezik ez a zártatlan jó ebben, és azt a, azt a, sarvas kis pofáját, az belemossa nekik ott a tiszta vízbe. Most el tudod képzelni ezeket a pofákat, mondja, hogy ember, Normális vagy, hát mit csinálsz? És ő meg nem is érti, azt mondja, hogy képzelő, mit, ő mit élt meg? Végre lejutottam, végre itt vagyok. Nem törtem össze az orromat, a szememet, minden, épp vagy, amíg a szemem mindegy lett volna, épp vagyok, stb. 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 Nem tört össze, és, és utána meg azért vesznek meg, mert megvernek meg, mert megmosakszom. Figyeltek, itt több csoda történt, itt nem csak az volt a csoda, hogy meggyógyult, az is a csoda volt, hogy leért, az is, hogy nem verték össze. Tehát itt, itt sok csoda volt. Nagyon-nagyon sok csoda volt. És ugyanígy ez is, hogy, hogy Jézusnál a megnézett, hogy mindig törekedett arra, hogy ne valami, ne valami vallást csináljanak ebből az egészből. Miért mondom ezt? Mert nem a bélpoklosoknál, mint ahogy kiderül a történetből, nem a gyógyulás volt a lényeg. Tudom, hogy ezt mondhatom én egy bélpoklosnak, mert ő neki az volt a lényeg, de figyeljetek, mi volt a tragédia a történetbe, hogy a tízből csak egy ismerte fel, hogy nem a gyógyulása volt a lényeg. Nem a gyógyulása volt a központi kérdés. Nem a gyógyulást, mind a másik kilenc, és félren értsetek, helyesen tette, hogy a gyógyulás beállította a középpontba, de azt nem tette helyesen, hogy beállította az első helyre. És utána nem gondolt semmi másra. És a történetből ugye az derül ki, hogy elment a papokhoz, hát a papok ugye egy automatizmus volt, az akkori ANTS így működött, sok baja volt, azt mondja, jó van, pipa, meggyógyultál, megnézte a bőrét, stb. Figyeljetek, ezen is úgy elgondolkodtam, ma vagy olvasgattam, hogy a papnak fel se tűnt, hogy csoda történt. Fel se tűnt neki, csak elővette a nagyítót, megnézte, hogy jó, bőr rendben, Rendben, minden rendben, meg csekkolta, pipálta, kész. Figyelj, ha megfelelsz minden feltételnek, hiába vagy zsivány, kaphatsz bankhitelt. Ugye miért? Mert mennek a cseklisták. Hány ember kapott zsiványként bankhitelt? És hány ember, kapott hány ember nem kapott becsületesként? Miért? Mert a száz pontos cseklistából egynek nem feleltél meg. És itt ugyanez volt, hogy a papok végmentek, hazamentek, figyeljetek, meg se ütötte az inger küszöböt, hogy itt valaki meggyógyult. Annyira automatikus volt. Annyira, 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 annyira nem is érdekelte őket, hanem ilyen, ez a dolga az Istennek kész, ezért szerződtünk vele, Mózes is, Ábrahám is, ez a dolga. Ez a dolga. Nem a, nem a, a csodatevőt nézték, hanem a csodát nézték. És a csoda egy idő után notoriussá vált. Sokan kérdezik, hogy ma miért nincsenek csodák. Hidd el, hogy vannak, csak mi elénk mindig a, a szimpadit tolják be az interneten. Azért nem tudod, hogy vannak csodák, mert az nem az interneten és nem a színpadon történik. János Péter, amikor mentek fel az imádkozás órájára, iszonyatos nagy csoda történt. És nem az volt, hogy testvérek, ma elmarad az ima alkalom, ma leborultok ide a lábaink elé, és imádtok bennünket, mert akkora csoda történt, hogy le a kalapa. Semmi, ugyanúgy fölmentek, imádkoztak, lehet, hogy el sem mondták, hogy mi történt 10-15-20 perccel előtte. És ugye azért megdöbbentő, ez a, azért megdöbbentő ez a történet, mert a tíz közül kilenc boldogan és egészségesen fut haza, egyetlen egy azonban visszatér, és egy megdöbbentő dolog történik. Azt olvassuk, hogy leborul a lába elé. Leborul a lába elé. Ugyanígy egy másik történetben ugye a vakot, aki meggyógyult, meg akarták firkálni, hogy, hogy, hogy biztos ezért gyógyultál, meg mondd meg, hogy ki gyógyult meg, és annyira tetszik ez a mondat, azt mondja, hogy figyelj, megölhettek, engem nem érdekel, nem láttam, most látok. Ő eddig eljutott. De ha megnézitek, a gyógyításai Jézusnak kétfajta gyógyítása van. Az egyik az az, amikor ezzel megelégedtek az emberek, és van egy olyan, aki visszatér, és annak azt mondja, hogy eredj el, a te hited megtartott. Most ha végig gondoljátok, milyen hite, nem is tudjuk, hogy volt-e hite. Hát néhány napja ismerték egymást, sőt, nem is ismerték egymást. Miből látta Jézus, hogy van hite? A hálájából. Abból a hálából, hogy fogta magát, visszament. Még ha a történetet majd mélyebben elolvassátok, itt már Jézus egy körözött személy volt. Tehát ezen a pontján a történetnek Jézus már wanted 5000 dollár, vagy akár hány ezer sékel, tehát itt már nem volt ajánlatos Jézussal szobálni. Mégis volt egy ember, aki azt mondja, hogy visszamegy, és tudjátok, ezt tett különbséget, nem azt tett különbséget, ezért szoktam mondani, hogy nagyon nagyszerű én, én nagyon hálás vagyok a csodákért. De ha megnézitek az Ószövetségben, ezért egy kicsit néha zabos vagyok, hogy az Ószövetséget, ahogy olvasom még mindig állandóan hemzsegett a csodáktól az Ószövetség. Nem hétköznapi csodák történtek az Ószövetségben sem megdöbbentő, megrázó csodák, figyeltek azért ez, ami Illésnél, Elizeusnál, és még sorolhatnám tovább, irdatlan nagy csodák történtek. És ha megnézitek az Isten akkori népét, a zsidóságot, ezek a csodák nem tudták megtartani. És miért buktak el? Miért buktak el a legtöbbször a zsidók? Ugyanazért, amiért ma elbukik a kereszténységnek egy jó része, hogy nem volt hálás. Az, Istennek. az Isten nem kért ajándékot, az Isten nem kért ilyen meg olyan pe, ö, ö, penitenciákat, ilyen meg olyan vezeklést, azt mondja, hogy egyetlen egyet kérek. Egyetlen egyet, és azt sem kérte, csak jól esett neki. Hát te se kéred a fiattól, hogy minden egyes ebédet köszönjön meg, vagy a lányodtól. De azért nem vagy fából, marha jól esik, ha megköszöni. Marha jól esik. Gyerekeimmel, mikor így eszünk, és akkor euh, mindig, néha, amikor már nagyon éhesek, akkor húzzák a szájukat, hogy miért ráadjuk meg az ételt. És akkor egyszer megvicceltem őket, mindent kipakoltunk a hűtőből, mindent. Egy darab valami tarhonyás húst benne hagytunk, euh, vagy valami tarhonyával kapcsolatos ételt benne hagytunk, és akkor benyitottak, azt mondják, hogy ez van. Mondom, ez van. Anyukát készítette jó szívvel, jó lélekkel. Nincs más, nincs más. Mondom, mi a baj ezzel? Éhes vagy? Hát, köszöni szépen. Este tarhonyás hús, szintén benne a hűtőben. Reggeli tarhonyás hús, elfogy a hűtőből. Elfogy a hűtőből. Miért? Hát mert reggele már kellően éhesek lesznek. És figyeljetek, ez egy óriási, ez egy, ez, egy óriási, ez egy óriási kérdés, hogy hogy állunk mi a hálához. Egyrészt az emberi kapcsolatainkat is különben ez megrontotta, hogy a másikról leszedjük azt, amire szükségünk van, és utána tojunk a fejére. Tehát egymás felé is nagyon nehezen fejezzük ki a hálánkat, akik, akik, szolgálnak, tehát úgy szolgálnak, hogy, hogy tényleg hétről hétre az arcukat adják hozzá, azok el tudják mondani. Én például, amikor jönnek hozzám, és azt mondják, hogy Zoli testvér, vagy Zoli testvérem, tanácsod, adjak-e kölcsön valakinek pénzt? Én őszinte vagyok hozzátok. Soha nem azt mond, az alapján adok tanácsot, hogy van-e neki pénze, vagy nincs. Következőt mondom. Ha az a pénz, amit kölcsön adsz, jó szívvel el tudod veszíteni, mert benne van a pakliba, akkor adjál kölcsön nem a pénzed mennyiségétől függ, hogy adjál kölcsön, hanem hogy utána ezt a helyzetet hogyan kezeled. Mert ha úgy kezeled ezt a helyzetet, hogy utána arra az emberre úgy nézel rá, hogy édes Isten, ha egyszer nem nézek ide a testvéreim, akkor én leszek az, aki végrehajtom az ítéletet rajta. Vagy azt mondod, hogy rendben, bekalkulálom ezt, hogy nem kapom vissza. Kölcsön adni nem attól függ, hogy mennyi pénzed van, hanem el tudod-e azt engedni. El tudod engedni. És ezért ez egy nagyon fontos dolog a hála, figyeljetek, ahogy a kitartás egy nagyon fontos dolog. Ha megnézitek, az egész világ úgy épült volna, hogy nem kell kitartani. Nem kell kitartani, ma az elképzelhetetlenné válik, hogy három napra gyertyát gyújtasz, és azzal világítasz. Majd lehet, hogy most belemegyünk a buliba, de, de egyelőre elképzelhetetlennek tűnik, hogy gyertyát gyújtasz, mert hogyan már? Úgy építetted fel az életedet, holott, ha megnézed, a 6000 év óta több ezer éve gyertyával éltek az emberek, még annélkül se, nem árammal. Hogy figyeljétek, hogy pillanatok alatt berendezzük az életünket, ezek a bélpoklosuk, őszinte leszek hozzátok, a 9-ből, a 10-ből 9 nem az Isten kereste, hanem azt kereste, amit az Isten ad. Ezért minden egyes Isten tiszteleten érkelmes feltenni magadnak a kérdést, hogy miért ülsz ezen a zöld széken. Azért, mert azért jött, hogy az Isten ad, mert ebből nem lesz szerelmes kapcsolat. Ha én mindig csak azért állok szóba a feleségemmel, hogy szeressen, lefeküdjön velem, finom ebédet főzön, akkor abból nem lesz szerelmes kapcsolat. Ha én mindig csak valamit várok tőle. Tudjátok, mik a legboldogabb pillanatai a házasságnak? A, például a feleségem 50. születésnapját úgy ünnepeltük, pedig az Isten többet adott, mint amit érdemelnék, de úgy ünnepeltük, hogy befeküdtünk a, a buza mező közé, és néztük, ahogy lemegy a nap. Figyeltek, az egyik legboldogabb születésnap volt. És egy forintot nem kellett vacsorára költsek, virágra, ö, mi az, tortára, gyertyára, a zsidóvér, mi azért valahol csörgedezik, valahol mélyen kibudjan. Őszintén leszek hozzátok, azért nem volt ez, mert ő kérte. Hogy most, ő most engem akar. Ó, mondom, jó, van drágám, akkor bemelegítek. De ő nem úgy akart engem. Hanem, hogy hogy én ott legyek vele. Én ott, én ott, én ott, legyek vele, és ott a, ott a, ott a búzamezőbe. Persze elkalandoztam, hogy hát azért ebből akármi is lett, de nem lett belőle semmi. Őszinte vagyok hozzátok, a többi meg semmi közöttök hozzá, de nem lett belőle semmi. Nem lett, hanem egyszerűen boldogok voltunk. Boldogok voltunk. Boldogok voltunk. És figyeljetek, olyan hála volt, és azóta is úgy gondolok erre, és tudjátok, az életnek a nagy dolga ez, és ugyanígy van az istene való kapcsolatban, mi azt gondoljuk, hogy mindig valami hatalmas dolog kell, hogy kapcsolódjunk az Istenhez. Figyeljetek, Zsoltáros azt mondja, aki hálával áldozik az Úrnak, az dicsőít engem. Énekelgetni lehet. Mindegy, hogy Jézusosat énekelsz, vagy Jézus nélkül itt, nem ettől függ hanem hogy hálával áldozol-e az Úrnak, hogy hála van-e a szívedben. A dicséretnek nem az az alapvető feltétele, hogy van-e zongora, van-e három húrral, térdik szaros csizmával, simán működik. Értitek? Simán működik. Működik. Próbáljátok meg, működik. Működik. Persze, bocsánat, most nem lehet leutánozni ezt, mert ez attól működött, hogy a fiatal embernek a fiatalembernek amúgy utána megkérdeztem, és tudjátok, hogy el, elpirultam? Miért jött a csizmába? Azért, mert az volt neki. Nem volt másik. Másik. És ha az én gondolatmenetemen megyek tovább, akkor én valami egészen más irányba indultam el, mint ami a valóság volt. És ugyanezek az emberek, ezek azt mondták, hogy oda kiabáltak. Figyeltek, három kategóriáról szól ez a történet. Az elsőt már elmondtam, azok el se jutottak odáig, hogy kiabáljanak. A tízből mind a tíz oda kiabált, és azt mondta, hogy valahonnan hallottak róla, a lepra terepen hallottak róla, hogy van itt egy, van itt egy mester. Figyeltek, nem azt mondja, hogy én uram. Nem úgy kiabálnak neki. Uram, mester. Van Ábrahámnál ez a mondat, hogy sára uramnak szólította Ábrahámot. Szoktam mondani az asszonynak, mikor összeperdünk, hogy kapd össze magad, drágám, uramnak, nem Zolinak, meg mikor mérges, akkor Zoltán. Onnan tudom, hogy mérges, hogy Zoltán. És soha nem szokom, hogy Zoltán. Mondom, uramnak! De nem is ez a lényeg benne, miért szólította? Persze ez is lényeg, de miért szólította uramnak? Azért, mert nem falból, nem a pénzért, nem a, az Ábrahám nevéért szerette, hanem őszinte szíve. Hát melyik az a nő, akit kétszer eladnak, és ugyanaz mellett a férfi mellett marad. Ábrahám kétszer erdekázta. Kétszer. Kétszer. És nézzétek meg, oda megy, és a tíz oda megy különböző indulatokkal, és mi volt az indulatokban, és figyeljetek, és elmentek a lényeg mellett. Oda mennek, ezért ha belelátnánk, szóval Isten néha sajnálom, persze nem szorul az én sajnálatomra, de ő nem azt nézi, hogy milyen pólóba épít a Kubinyi Pétert, kérdeztem, hogy lehet itt térdgatyába, mert bekészítettem egy fehér gatyaszt a kocsiban, mondom, nem tudtam, hogy mi a szokás, mert ahonnan én jövök, ott hugóbos öltöny volt a szokás, mondom, hát, ha, de így megnyugodtam, szóval rendben vagyok, még lehet, hogy túl is vagyok öltözve. <gül> <gül> Úgyhogy annyi lerugom a szandit. De a lényeg az az, hogy, a lényeg az az, hogy, hogy megdöbbentő, hogy nem ezt nézi az Isten, nem ezt nézi, hanem azt nézi, hogy az Isten föntől lenéz, hogy mi van a szívbe, és valahol, amikor lenézett, és figyeltek, milyen csodálatos az Isten, nem azt mondta, hogy kilenc nem gyógyul meg, takarodik haza, csak egy gyógyul meg, mert ő fog visszajönni. Nem, meggyógyítja mind a tizet. Megadja az esélyt, meggyógyítja mind a tizet. Mert nem a gyógyításon volt a hangsúly. Figyeljetek ma, az emberek gyülekezetre hallják valahol, hogy föltámasztanak egy békát, elmennek abba a gyülekezetbe. Mert ott csoda történik, kutatják, ugyanez, ugyanez, hogy mennek, hogy hol történik csodát. Figyeljetek, ez, a, ez az internet erre csak rásegített, hogy hallottuk, hogy ott, ott meggyógyult valaki, fájta a háta, és már nem fáj. Ez különben elmúlik a Volterengéltől is, tehát ettől még nem biztos, hogy csoda van. De hogy, hogy történtek ezek a csodák, és figyeltek, ezek az emberek azért mentek oda, mert mit hallottak Jézusról? Azt mondja neki, hogy Mester, tanító, nem azt mondja neki, hogy Uram. Mester, másért ment, más a célja. Figyeltek, a farizeusok rendszeresen Mesternek vagy tanítónak szólították. Soha egyszer sem mondták neki, hogy Uram. Miért? Mert más volt a céljuk, mást akartak leszedni róla. És ezért ebből, a, ebből ez a tíz oda megy, és figyeljetek, mind a tíz elmegy, tehát az, a, az az egy is ugyanúgy benne volt a csapatban, de amikor elmegy haza, azt mondja, hogy én itt ölelem a családomat, újra együtt vacsorázok velük, a legfinomabb tarhonyás húst eszem, újra ölelem a feleségemet, a gyerekeimet, vagy anyámat, apámat, tök mindegy, bemehetek a faluba, bemehetek a bódba, vehetek akciós farhátat, szóval, hogy mindent csinálhatok újra, és leesik neki a tantusz, hogy valami nem stimmel, valami hiányérzete van, hogy meg kéne köszönni. És figyeljetek, nem csak falból visszamegy, hogy köszönöm, honnan tudom, hogy nem csak falból ment vissza, onnan, hogy ezt csinálta. Így leborult. Így leborult elé. A leborulás minden, minden egyes korban az alázatnak volt a jele. Nézzétek meg Jézusnál, azért csodálatos ez a történet, bemegy az asszony, azt mondja, figyelj, Jézus maga mondja, azt mondja, tudod mi a különbség te közötted, farizeus vendég látom, és az asszony között, amikor én bejöttem, nem köszöntöttél csókkal, nem mostad meg a lábomat, ez az asszony a könnyeivel mossa meg a lábomat, az mit tudsz arról, hogy ott volt, ott érdelt a lábfejénél, a rüsztyénél, és mosta meg a könnyeivel és a hajával. És egészen más háttere volt az asszony, mégis azt mondta, hogy ez az asszony, ez megigazulva ment el. Miért? Mert hálás volt, mert felismerte. És testvéreim, a hálára iszonyatos szükségünk van. Nagyobb szükséged van a hálára, bocsánat, nem ünneprontó akarok lenni, mint a gyülekezetre, mint a csodára, mint a gyógyulásra, elevenebb dolgot ér el. Figyeltek, egész rossz volt az alány, tízből kilenc. Nem volt hálás. És tízből kilencnek nem azt mondta Jézus, hogy eredj el a te hited megtartott, és tudjátok, itt megnéztem ma az eredetét. Ez a hited megtartott, ez azt jelenti, mint ami Zákeusnál volt, hogy üdvösséged van. Figyeljetek! Mit, mit oda nem adnánk. Zákeusnál azért a mondatér, hogy bejön Jézus a házadba, és azt mondja, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. Ebbe a földi boxolásban, amit csinálunk, mert ugye, aki alázattal csinálja, azt tudja, hogy vigyázz, ha állsz, akkor vigyázz a legjobban. És akkor még ilyeneket is mond az ige, hogy ne az életét közben néz meg, nézd meg az élete végét, hogy meg tudta -e futni ezt a pályát. És figyeljetek, van egy ember, aki nem szolgált rá erre, és mégis azt mondja neki, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Miért? Azért, mert ott se hangzott el, nem hall a Zakeus házába predikációt, mint ahogy itt is. Figyeljetek, oda megy Jézushoz, kiabálnak, ők is várták majd, hogy itt biztos valami szikra lejön, a kénköves ménkű rájuk hullik, és majd így gyógyulnak, úgy gyógyulnak, és a következőt mondja nekik, menjetek el a paphoz. Most el tudjátok képzelni, hogy a pap mennyire, eh, mikor meghallották, hogy a paphoz, hát a pap, hát a pap üldözött el bennünket. Ő mondta, hogy csúvásak vagyunk, tűnjünk el innen a, a, társadalomból. És magukra néznek, és nem gyógyultak meg. És el kellett indulni, mint ahogy a vaknak le kellett menni. És figyeljetek, ez megint olyan, olyan isteni humor, de mégis olyan megrázó dolog, hogy nem elég lemenni a lépcsőn, még meg is mossa a pofit a tiszta vízbe. És ugyanígy ez is ugye elmegy, elmennek, és, és a pap megmutatják magukat, és egyetlen egy jut eszébe, és egyetlen egy visszajön, és leborul a lába elé. Leborul a lába Figyeltek mit mond -e neki. Megint nincs nagy beszélgetés. Megint nincs nagy prédikáció. Megint nincs hosszú, vontatott győzködése az embereknek, hogy szeressétek az Isten, tiszteljétek az Istent, stb. Is. Semmi nincs. Kelj fel! Kelj fel! Kelj fel! Menj el haza! Most már nyugodtan menj el haza! Még azért feltesz egy kérdést. Feltesz egy kérdést, azt mondja, hogy ha jól számoltam, ha jól számoltam, tíz tisztult meg. Nem láthatta, hogy mennyi tisztult meg, mert nem ott tisztultak meg. A papnál tisztultak meg. Hát ebből látszik, hogy ő azért nem a 20 as gyorsan jött a Jézus. Azt mondja, a tíz. Azt mondja, miért csak egy jött vissza? Figyeljetek, Isten nagyon komolyan veszi a hálát. Nagyon komolyan veszi. És ha megnézitek, ez egy magyar szokás, de talán már azt lehet mondani, hogy emberiség szokása, hogy, hogy nézzük a félig teli poharat. Az egyik része azt mondja, hogy miért nem lehetett teletölteni ezt a polat. A másik része azt mondja, nézőpont kérdése. Ha ezt 50 fokba napfégén mondod a félpoár vízre, mindjárt azt mondod, hogy milyen hálás vagy. Tudjátok, ezeket a kapaszkodó kirugását Isten nem azért teszi meg, mert szivózik velünk, hanem azért, hogy rádöbbenjünk, mint a tíz közül az az egy, hogy kinek is vagyok hálás. És figyeljetek, ezt a kereszténységünknek ki kell nőni ebből, hogy azért szeretjük Istent, amit ad, és nem azért, aki. Hanem azért, amit ad. Ha megnézitek, mi, miről szólnak a hazug ígéretek, a hamis evangéliumok hirdetőkbe. Ezt ad az Isten, azt ad az Isten, amasztad az Isten. Nyugodj meg, kérjed, megadja, mindent megad. És megdöbbentő, hogy az emberek nem veszik észre. Féljetek ma az emberiség, és bocsánat, de magunkra is ki kell ezt mondjam hívőkre, hálátlanok vagyunk Istennel szemben. Nem éljük át azt, nem éljük át azt, hogy ez egy fantasztikus dolog, ez egy, ez egy olyan dolog, hogy, hogyha semmi mást, jobbnál ez a mondat, figyeljetek, megrengeti még mai napig a szívemet megrengeti az egész lelkemet, amikor a jobbné veri az asztalt. Jogosan, a jobbnét is meg kell érteni, mert jogosan ő békére és biztonságra, gyerekekre vágyott. Nem azért szülte meg őket, hogy meghalljanak, nem azért etette őket, hogy elpusztuljanak, nem azért dolgoztak ét nap alá téve, hogy elveszítsenek mindent. Teljesen megértem jobbnét. Mégis a jobb azt mondja neki, hogy asszony, ha el tudtuk venni a jót, akkor miért nem tudjuk elvenni a rosszat? Mi bajunk lesz? Mi történik? Ha nem azért szeretjük az Istent, amit adott, ha nem azért szeretjük, akkor jobbnak fogalma se volt, hogy visszakap sok mindent az életében. Fogalma se volt, hogy alkú van a háta mögött. Semmit nem tudod, te tudod, mert te ma olvasod, ő nem tudta, hogy ez megvan. Mégis az volt, figyeltek neki megy még ilyen helyzetbe az asszonynak is, és azt mondja, hogy figyelj asszony, vegyük el ezt is. Vegyük el, hát mi bajunk lehet? Hát hálásak lehetünk az Istennek. Vagy ott van Pál, akit nem értenek meg sokan a mai napig, mikor azt mondja hogy azt mondja, tudok bővölködni is, de tudok szükölködni is. Ezt olyan könnyen kimondjuk ezt az igét. Ez mit jelent? Hogy a magasságban és a mélységben ugyanaz az ember marad. Nem megy el az esze, ha magasságban van, és nem vágja föl az erejét, ha a mélységben van, hanem ugyanaz az ember marad. Miért? Mert erős a hálája, mert nem azért a hálát az Istennek, hogy magassan van, hanem meg mélyen van, hanem azért, hogy az élete legnagyobb kérdését. A halál és az élet dolgát megoldotta. Figyeljetek, elpitizzük az egészet hála nélkül, mert hálásak, persze hálás leszek, és szívből megáldom a vacsorát, szívből megáldom, de nem az volt az Isten megváltásának a legnagyobb műve, hogy vacsorázhatok, hanem az volt a legnagyobb műve, hogy megoldotta a halál és élet kérdését, amit mi csesztünk el 6000 ezer évvel ezelőtt. Ha csak ezt az egy dolgot tette volna meg, már megjárna neki a hála. Figyeljetek, fel se fogjuk ennek a jelentőségét. Mikor így el szoktam menni, így elhívnak gyülekezetbe háromszor, akkor ö, akkor, ö, akkor, akkor általában ugye mindig úgy szoktam, ez, ez csak egy ilyen titok, jó? Most én benneteket itt nem méregetem, de úgy szoktam, hogy azt szoktam kérdezni, hogy drága testvéreim, az urat meg fogjuk látni színről színre. Hát most titeket is teszteltelek, hát ezt a kust, amit ti csináltatok most, ez azért nem semmi. Föket volna, ugorjatok, mert ez az életünknek az értelme. De ha azt mondta volna, hogy az úr kiszabadít a problémáidból, befizeti helyeted a tízszeres villanyszámlát, megáld, hozgáz gáz szatyorba, hogy ne fogjon el télen, akkor biztos, hogy lett volna 13, aki azt mondja, hogy halleluja testvér, gyere máskor is. Gyuri, hívjad máskor is, mert hozgázt. gázt. Figyeljetek, teljesen céltévesztésben vagyunk néha. A Krisztust várók azok úgy voltak vele, úgy voltak vele, hogy semmi más nem érdekelte őket. Nem azért voltak hálásak, az egy plusz dolog volt, hogy menet közben még életben maradtak, hanem a hálájuknak a központja az az volt. És figyeljetek, megdöbbentő csekély, csekély arány volt ez már akkor is. És megdöbbentő csekély arány ez most is. És ezért én bátorítalak benneteket arra, hogy lehet, hogy olyan időkbe gyalogolunk bele, ez most nem ijesztegetés, hanem látjátok ma már ez realitás amikor este lefekszel, és reggel valami egészen másra kezd föl. Azok az ukrán testvéreim, akik ott Kárpátalján voltak, úgy éltek 40-50 éves emberek, hogy nem hallották soha a légvédelmi szirénának az aját. És egyik reggel arra ébrednek, nem tudták, hogy mi szólal meg, nem értették, hogy mi ez. Azt hitték, hogy a helyi erők valamit szórakoznak, vagy gyakorlatoznak. Kézzel, hogy egyszer csak úgy ébredsz, hogy megszólal a légvédelem, és azt se tudják az emberek, hogy hová menjenek. Hát egy cigánytáborban nincsenek bunkerek, nincsen a föld alatt, hát fából tákolt házakban laknak, nincs hová elbújni, nincs háromszor hármas megerősített atombunker. Nem is tudták, hogy mit kezdjenek ezzel a helyzettel. Mi történik most? Magyarán mondva, ha elmegy fölöttük egy repülő, sehová nem tudnak elbújni, nincs hová elbújni. Hát az ukrán meg ő fog először elbújni, nem a romát fogja elbújtatni. Ebben meg ne legyen két kétségetek, sajnos ő köztük is megvan ez a megosztás. És ezért, drága barátaim, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy milyen szívvel állunk hozzá. Nagyon sokszor a kereszténységben nekünk csak arra kell az Isten, hogy alkalmi segítséget nyújtson. Sajnos az a tapasztalat, hogy ennek a tíz emberből kilencnek arra kellett, hogy alkalmi segítséget nyújtson. Hány ilyet, akik régi motorosok, hány ilyen ember átfutott a kezedem, hogy bejött, megoldódott neki a, a családi, az anyagi, az egyéb problémája, vette a kalapját, és jó esetben még nem rugott vissza. Alkalmi segítség kellett neki. Barátaim a legnagyobb hibát követjük el, ha az Istentől alkalmi segítséget kapunk. Hány hívő megsértődik, mert az Isten nem hallgatja meg az imáját? Hány hívő feladja az egészet, és azt mondja, jó van, akkor megpróbálkozom a törökülő Buthával, mert az hát, jobban meghallgat? Hány próbálkozik mindennel, és nem vesszük észre, hogy a kulcs az, azt mondja, hogy aki a pici ér hálás, aki a pici hű, nem a jóléti evangélium vált, azt mondja, hogy ha picin hű vagy, akkor az Isten azt mondja, hogy ilyen szívre sokat bízok. Otthon, amikor van több gyereked, melyiket kéred meg, hogy mosogasson el? Elmondom melyiket. Aki elmosogat. Aki hálás, aki megérti. Feleségemmel úgy neveltük a gyerekeket, hogy feleségem, ugye. Négy, most már öt gyermekem van, és feleségem mosogatott, mikor mi már rég feküdtünk, sziasztáztunk, ő még mindig melózott, mosogatott, mosogatott, és egyszer mondtam neki, hogy meglepjük a gyerekeket. Mondom, mi állunk fel először az asztaltól, és olyan gyorsan kifutunk a konyhából, amilyen gyorsan tudunk. És felálltunk az asztalt, és kiszaladtunk az udvarra. A gyerekek néztek, hogy hé, hé, aki fog elmosogatni, aki fog elpakolni, ki fog. Hát mondom, aki akar, ki? Mi nem, az biztos tudjátok, utána nagyon hálások voltak, mindig megköszönték, hogy anya, köszönöm, hogy egy a tányért. Miért? Hát mert nehezebb dolog elpakolni. És ezért ez egy óriási kincs lesz a hála. Az emberi kapcsolatokban is egy óriási kincs lesz a hála. Nagyon sokszor azért kell megharagudni egy másik emberre. Például ugye én, talán sokan hallottátok, elmondtam, hogy én nekem a megtérő imáját én Ervinnel mondtam el. Budajösöm még, Ervinnel mondtam el. És aztán volt egy olyan időszak az életünkben, amikor nekem azt mondták, hogy én, én vele nem állhatok szóba. De nem álltam vele szóba, de nem azért, mert halagudtam rá, nem hozott össze bennünket az élet. De ahogy összehozott, ő volt az első, akit, akivel, akivel beszéltem, elmentem a lakására. Miért? Mert, mert, mert én hálás voltam neki. Hálás voltam neki. Ha csak ennyit tett volna, akkor sem áll, nem lehetett az, hogy valaki azt mondja, hogy ne állj vele szóba, mert éppen most más szelek fújnak. De az miért kell, hogy megváltoztassa az én hálámat, és figyeljetek erre, figyeljetek az emberi kapcsolataitokba, hogy nem kell megváltoztatni, azért mert más szelek fújnak, hát Magyarországon öt évente más szelek fújnak. Nem szabad, hogy megváltoztassa, hát még az Istennel való kapcsolatban. Minden szeretnénk, képesek vagyunk 15 órát imádkozni, 60 napot bőtölni, mindent meg tudunk tenni, de az, hogy, az, hogy figyeljetek, a legnagyobb erőfeszítés ahhoz kell, hogy leborulj és azt mondjad az Istenek, hogy köszönöm. El tudjátok képzelni, hogy mekkora erőfeszítés kellett azt mondani a jobbnak, hogy drága atyám, hálásan köszönöm ezt a helyzetet, amit hoztál. És akkor közben kiabálnak, te ütődött, te elmebeteg, te agyrodjant, te el tudod képzeni, vagy ott van Noé. Atyám, hálásan köszönöm, hogy ilyen helyzetbe hoztál, hogy egy sivatag kellős közepén egy ronda rusnya ládát építhetek. Se víz, se tenger, semmi. És ezért ezt Noé hálás szívvel csináltam, a igaz emberült, és közben kiabálták, hogy... És mégis hálás volt érte. És a megrázó, ezt is most vettem észre az elmúlt hónapokban, hogy bemegy, becsukja az Isten az ajtót, és még hét nap múlva kezd el esni az eső. Most mit mondanának a mai keresztények, vagy mit mondanánk mi? Megmondtad már 120 éve, hogy esni fog az eső. Miért? Miért kellett azt a nyambat hét napot még kívánni? Miért nem lehetett, hogy amikor becsuktad az ajtót, azonnal esik az eső? Hát mekkora szabadulás lett volna? Leszóltam volna a szomszédnak, hogy ugye, hogy eső lett, ugye, megmondtam. Hét nap. Kiért volt ez a hét nap? A kívül valóké? Tök mindegy, nem tudtak már bemenni. A ajtó zár. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak. Ararát hegye következik. Ki volt ez? A Noéjéké. Nem bizonyította a Noé? Hát bizonyított. Nem bizonyította a jobb? Bizonyított. Nem a bizonyítás volt a kérés. Nem is, hanem azt mondja, hogy Isten, hogy, hogy a hála, hogy micsoda ereje van a hálának. Milyen hatalmas ereje. Milyen hatalmas ereje van, amikor figyelj, ha megsérted a feleségedet, persze vigyél neki rózsát, meg vidd el fagyizni, meg feküdj be a szalma közepére, nem ezt mondom, hogy ne tedd meg. De nyugodtan kimondhatod neki, hogy hálás vagyok azért. Figyeljetek, amikor, amikor évekre eltűntem a feleségem életéből, és, és, visszakeveredtem ugye a börtön után, akkor, akkor az egész kapcsolatunk ártértékelődött. És, és mondtam neki, hogy annyira hálás vagyok, hogy nevelted a gyerekeinket. És először nem értettem, mert ez nem volt tőlem szokásos, mert ugye olyan közegben szocializálottam, hogy az a dolgod, asszony, fehér nép. És utána azt mondták, hogy nagyon hálás vagyok, hogy nevelted a gyerekeimet. És akkor jöttek a gyerekeim, hogy apa, de jó, apa, sikerült lediplomázunk, hanem anyádnak köszönt. Semmi közöm nem volt hozzá. Anyádnak köszönt. Anyukád volt az, aki ezt lehetővé tette. És figyeltek, ez egy egészen más dimenzió volt. Először nézett rám, hogy mi történt velem. Így volt a nevelőapám, volt egy szívműtétje. Három-négy évvel ezelőtt nagyon rosszba voltunk, későn 14 éves koromban kapcsolódott be az életembe, pont egy ilyen lázadó korba voltam, neheztettem anyámra, hogy minek kell ez az új krapek ide nekünk, épp hogy megszabadultunk az alkoholista apámtól, most ide vesz nekem egy másikat, most szívunk ezzel még, szóval nem tudtam elképzelni én az életet, 14 éves kamasz gyerekként, hogy jön egy új, ő és soha nem mondta, hogy apának szólítsuk, de nehéz volt a viszonyunk. És az évek alatt sok mindenben változott, és négy évvel ezelőtt volt egy szívműtétje, és a szívműtét után mondtam is neki így viccesen, hogy édes Istenem, hogy miért nem 50 éves korában volt ez a szívműtét, hogy megváltozott az ember. Megváltozott. Akkor beszélgetünk, könnyezik. Tudjátok, mi történt vele? Megkérdeztem tőle, hogy mondom, történt valami alagút végén, fehér fény, vagy valami tényleg, hogy valami istenesévé? Nem, azt mondja, nem. Azt mondja, hogy egyetlen egy dolog történt, hogy felismerte, hogy milyen hálás azért, hogy él hogy mekkora dolog, hogy él, hogy kirakják a szívét egy asztalra, és utána visszapakolják bele, és hogy ez túlélés, hogy él. Hogy felismerte, hogy milyen az élet. Hogy élek, hogy újra élek. Az én apám öngyilkos lett, és most, ahogy a harmadik gyermekem megházasodott, az esküvőn engem kértek meg, hogy eskessek. A legszarabb helyzet, amikor a saját gyerekedén, öff, azt se tudod, hogy mit mondjál, ha csináltátok már, nagyon kellemes élmény, szóval fura. És az jött föl bennem, hogy, hogy olyan, soha nem gondoltam így, az volt bennem, hogy apám mekkora hibát követett el, hogy felakasztotta magát, hogy nem volt hálás az életéért, mert most itt lehetne, és láthatná, ahogy az unokái, ahogy az unokái férhez mennek, megházasodnak. Láthatná, hogy jönnek a dédunokái. És nem sokára nagypapa leszek, és, 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 olyan, mondtam anyámnak, hogy nagypapa leszek, azt mondja, mit nagypapa, én meg dédmama leszek, azt mondja, hát ez mennyivel. És, 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 és rájöttem, hogy mennyivel hálásabb ő érte, mert ő dédmama lesz. Hogy ez, hogy ez mekkora hála az ő szívében, hogy leélhetett annyi évet, hogy meglátja a harmadik generációt. Testvéreim, ha ezt elveszítjük, teljesen mindegy, hogy milyen csodák, milyen jelek, milyen áttörések, milyen fantasztikus szányaló dicséretek vannak, ha ezt elveszítjük a hálát a szívünkből, és a hálát a szívünkből nagyon őszintén kell megtenni. Ez a bélpoklos nem úgy ment vissza, hogy kösz, csácsumi, kösz, hello, hanem úgy ment vissza, hogy őszintén, hogy leborult, Figyeljetek, ez az alázatnak valami fantasztikus jel, és a szellemi értelemben, én nekem megmondom nektek őszintén, nem villogásban mondom, de olyan jól esik mostanában, így ötven fölött, hogy úgy imádkozok az Istenhez, hogy van egy ilyen kis báránybőröm. Hát az egy nyomja a térdemet a padlót, tehát azért egy kicsit nyavajás vagyok, de van egy ilyen báránybőröm, és erre így leszoktam térdelni, és olyan fantasztikus érzés, amikor, amikor, amikor tudom, hogy az apám, tudom, hogy a fia vagyok, és tudom, hogy nem kellene ezt megtennem. De mégis olyan felemelő érzés, hogy, hogy így, így ide leteltem a fejemet, és így, és így, beszélhetek vele. És, és szinte a hajom, hogy na jó van, jó van, gyere, gyere, állj föl. De tudom, hogy jól esik neki. Tudom, hogy jól esik neki. Tudom, hogy, tudom, hogy ez tetszik neki. És figyeljetek, ha ő örömet okoz nekem már 50 éve, akkor én nekem csak ennyit kell tegyek, hogy megköszönöm. És amikor nem akadok ki, mert azért, mert nem adja meg, meg ezt nem ad meg, meg azt nem ad meg, hanem megköszönöm neki egyáltalán azt, hogy létezek. Egyáltalán azt, hogy létezek. Anyámmal a kapcsolatom úgy változott meg, hogy megköszöntem neki, hogy megszült. Azt mondja, de fiam, hát annyi mindent tettem veled. Hát de mondom, megköszönöm, anya, megszültél. Mondom, ma nem lehetne unokád, nem lehetne gyerekem, nem lehetne feleségem. Ma nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok. Figyeljetek, egy teljesen más minőségi élet. Én arra szerettelek volna benneteket bátorítani, hogy ne a kilenc bélpoklós közé tartozzunk, hanem az, hogy az egy közé tartozzunk és meglátjátok, ez működni fog villannyal, villany nélkül, gázzal, gáz nélkül, 400 forintos, meg 450-es forint euro árfolyammal is, működni fog háborúban, háborún kívül is, működni fog gazdagságban, nyomorúságban, működni fog minden helyzetben. Lehet, hogy a forint már nem fog működni, lehet, hogy a villanyórád már nem fog működni, lehet, hogy a gázórád se, de hogy a hála működni fog, ez teljesen biztos. Ez teljesen biztos. Ez teljesen biztos. És ezért kérlek benneteket, hogy értékeljétek át a kapaszkodóitokat. Befejezésül egy igét hadd olvassak föl a Tesszalonika levélből, és ezzel mindjárt megkeresem. Egy Tesszalonika levél, egy a levél, ötödik rész, 18. vers a következőt mondja. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Én szeretem mindig lefordítani ilyen, ilyen egyszerű parasztos nyelvre. Ha nem adsz hálát, akkor nem az Isten akaratában vagy. Akármit csinálsz. Mert azt mondja, hogy ez az Isten akarata. Figyeljetek, nem azt mondja, hogy kérése, egy lehetőség, egy, egy vágy, egy óhaj, hanem azt mondja, hogy mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által. Figyeljetek, olyan megrázó dolog, hogy amikor például megkérdezik tőlem, hogy mi az, ami üdvösséget garantál. Mondjak olyan dolgot, ami üdvösséget garantál. És sokat gondolkodom ezen. És azt mondja az ige, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Hogy van-e olyan a Bibliában? De mi mellett tartasz ki? Akkor már csak ezt kell megbeszéljük. A kilenc bélpoklos mellett, figyeljetek, aznak az egy bélpoklosnak széllel szembe kellett mennie. Ezért Jézus megkérdezte, hogy figyelj, hol van a másik kilenc? Miért kérdezte ezt meg? Azért, mert ennek vissza kellett, ez lehet, hogy ismerték egymást, hát egy lepra voltak, azt mondja, figyeljetek, gyertek velem, én visszamegyek. Lehet, hogy próbálta, nem tudom, ez csak feltételezés. Lehet, hogy próbálta őket győzködni, gyertek, gyertek, gyertek. Ezért kérdezte, hogy hol van a többi? Hol van a többi? Mert azt mondja, a többinek is azt szerettem volna mondani, hogy a te hited megtartott téged de csak neked tudom azt mondani. Ezért ne becsüljétek le, a hála az az Isten akarata. És nem azért, mert önimádó, nem azért, mert, hanem azért, mert amikor hálás tudsz lenni valamiért, akkor biztos lesz benne, hogy a szíved megváltozott. A jelei ennek, nem az a jele a hálának, hogy hány békát tudsz föltámasztani, vagy hány centivel tudod megnöveszteni a lábad. Még ha jogosan működik ez, akkor sem. Figyeljetek, akiknek ilyen ajándékai vannak, jobb, ha jobban odafigyelnek, mint a másik. Több kéretik rajta számon hanem azt mondja, hogy a hálás szív, amikor bevonulsz a belső szobádba, és meg tudod köszönni a napot, meg tudod köszönni az életedet. Meg tudod köszönni, hogy létezel, hogy élsz, meg tudod köszönni, hogy meglátod az Istent. Úgy sajnálom, hogy ez ma nem dobja föl a keresztényeket, hanem sokkal jobban feldobja őket, ha rezsicsökkentés van, mint az, hogy, az, hogy meg fogom látni az Isten. Figyeljetek, a bülös életben nem hozott ezt tűzbe, de az elmúlt években engem úgy tűzbe hoz, hogy meg fogom, hát addig élek, és nem halok meg, amíg meg nem látom az ez. Hát ez. Eh, hát ez ezt meg akar, hát ez egy fantasztikus dolog lesz, hát úgy, úgy tetszik, hogy -e, sokféleképpen értelmezik a jelenések könyvét, meg én nem akarok ebbe úgy nagyon beszállni, pólag nem is az eseményeket, meg az időket értelmeztem, volt egy ilyen sorozat, hanem arra akartam felvinni az emberek figyelmét, hogy ne az időkkel és az eseményekkel törődjenek, mert nem az fogja Jézus azt mondani, hogy legyetek készen. Például, ha te egy hálás ember vagy, és kitartasz az ige mellett, akkor nincs félni valót, függetlenül attól, hogy mik történnek. Független attól. És ezért erre szeretnélek, szerettelek volna benneteket bátorítani, hogy adjatok hálát mindenért. Adjatok hálát a reggeliért, a vacsoráért, a másik emberért. Mondod neki, hogy ó, de kár, hogy látlak. Még lesz olyan idő, amikor örülnél, hogy látnád. látnád. Örülné neki, ha össze. Itt volt ez a két év vagy egy év külön zárás. Hát még azt is akartad látni, akit a hátad közepére nem kívántál előtte, csak hogy legalább egyszer egy élő emberrel találkozzál. Ezért adjatok hálát az Istennek. Új kapaszkodók, ez nem új kapaszkodó különben, csak elfelejtettük, elvesztettük a nyomát, elvesztettük a fonalat. Legyetek hálásak, ez az Isten akarata. Az Isten áldjon meg benneteket, és jó hálaadást kívánok mindannyiatoknak. Jézus nevében, Amen.